Az elmúlt 10 évben a fizetések ugyan több mint 100%-kal nőttek, vagyis az átlagjövedelmek megduplázódtak, ám a magyarok még mindig majdnem 20%-a a létminimum szintjénél. A szegények karácsonya általában arról szól, hogy legalább a létfeltételekhez nélkülözhetetlen élelmiszereket megvegyék, az ajándék többnyire elmarad. Ezen a helyzeten szeretne változtatni a Máltai Szeretetszolgálat azzal a gyűjtő akciójával is, amelynek keretében a karácsonyi bevásárláshoz kapcsolja a segítségnyújtást. Az Adni Öröm akciójuk egyik állomásán a köztársasági elnök felesége is részt vett az adományok gyűjtésében. 25 évvel ezelőtt kezdődött a Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm akciója. Minden évben ilyenkor nagy üzlethálózat láncaiban, boltjaiban töltjük a karácsony előtti nyüzsgős napokat, mi máltai munkatársak és önkénteseink is, annak érdekében, hogy tartós élelmiszereket gyűjtsünk a rászorulóknak. Nagyon szívet melengető ez az időszak számunkra, hiszen nagyon sok olyan hétköznapi vásárlóval találkozunk, akik ide tolják a bevásárlókocsijukat a mi standunkhoz, és élelmiszereket adnak azért, hogy ezeket mi aztán még az ünnepek előtt eljuttassuk a rászorulóknak. A Máltai Szeretetszolgálat programjait a hegyvidéki önkormányzat is támogatja, ám a kerületben élők maguk is adhatnak karácsonyi élelmiszercsomagokat a boltokban kialakított adomány átvevő helyeken. Nagyon jó érzés, azt gondolom, ilyen hídnak lenni az ajándékozók és a megajándékozottak között, hiszen ez a legfontosabb küldetésünk, hogy ilyen programokban, ilyen akciókban részt vegyünk. Idén ez az első nap, és még 4 napon keresztül lehet minket megtalálni a forgalmasabb Interspár és Spár üzletekben. A tapasztalatok szerint a pandémia okozta pénzügyi helyzet sok karácsonyra vásárló kosarán látszik, ám az adakozó kedvet nem csökkentette jelentősen a koronavírus, és a tartós élelmiszerek mellett most is sokan ajánlanak fel édességeket, illetve a rászoruló gyermekek számára is örömet okozó finomságokat.